www.thebrainfarm.com. Sziasztok! Varga Tomi vagyok. Az RME ArcUSB kontrollerről fogunk ebben a videóban beszélni, annak funkcióit, tulajdonságait nézzük meg, és a Totalmix FX-ben a beállításokat. Az RME ArcUSB kontroller a Totalmix FX szoftver különböző funkcióihoz, paramétereihez nyújt fizikai hozzáférést. Jelen esetben egy Fireface 800-as eszközt csatlakoztattunk a számítógéphez, a kontrollert magát USB-n keresztül szintén a számítógéphez csatlakoztatjuk. Az UFX Plus és UFX 2 interfészek esetében van lehetőség arra, hogy standalone módban használva, közvetlenül az interfészet csatlakoztatva vezéreljük az eszközöket. Ebben az esetben viszont a Totalmix FX-et fogjuk vele vezérelni. Az eszköz legalsó sorában található három gomb, a Talkback, a Speaker B és a Dim feliratú gombok. Visszajelző funkcióval is rendelkeznek olyan értelemben, hogy amikor mind a három gomb világít, halványan, mind a három gombnak a ledje, az azt jelzi, hogy az eszköz használatra kész, mert USB-n keresztül tápfeszültséget már kap, az USB kapcsolat létrejött, és a Totalmix FX szoftverrel is kommunikál. Az eszköz felső két sorában 1-től 8-ig a snapshotokhoz kapunk gyors hozzáférést, a snapshotokban tárolhatjuk a különböző ki- és bemeneti beállításainkat, routing beállítások, minden eltárolódik, effekteknek a beállításai. Jelen esetben az egyes snapshoton egy sztereó lehallgatási beállítás található, a kettes snapshoton egy surround lehallgatási beállítás, a hármas snapshoton pedig erre a videó céljára létrehozott teszt beállítások találhatók. A harmadik sorban van egy mono feliratú gomb, ezzel a fő kimenetet tudjuk monósítani egy gombnyomással. A következő két gomb a két beállított fülhallgató kimenetnek a kiválasztó gombjai. Ha ezekre ráválasztunk, akkor az encoderrel ezeknek a hangereit tudjuk állítani. Egyébként alapértelmezett esetben a main output, a fő kimenetnek a hangereit tudjuk állítani az encoderrel. Harmadik sorban az utolsó gomb az external input választó gombja. Az external input aktiválásával az előre kiválasztott bemenetet tudjuk a fő kimenetre küldeni. A talkback gomb megnyomásával az előre beállított bemenet jelét delegálhatjuk a fejhallgató kimenetekre. Amennyiben rendelkezünk alternatív lehallgató rendszerrel, a Speaker B gomb megnyomásával válthatunk e között és a fő lehallgató rendszerünk között, a beállításoknál adhatjuk meg az erre a célra használandó kimeneteket. A Dim gombbal az előre beállított értékkel csökkenthetjük a fő kimenetek hangerejét. A Speaker B sávban a link kapcsoló szolgál arra, hogy a Speaker B és a main outputnak a hangerő szabályzóit összelinkeljük. Ha ez a link kapcsoló be van kapcsolva, akkor az encoderrel mind a kettőnek a hangerejét egyszerre állítjuk. Kikapcsoljuk, akkor értelemszerűen pedig függetlenül. Az external input funkció és ez a kapcsoló arra szolgál, hogy egy előre beállított bemenetnek a jelét egy gombnyomással a fő kimenetre tudjuk delegálni. A dim gomb megnyomásával az előre beállított értékkel csökkenthetjük a fő kimenetek hangerejét. A dim értéket Options Settings menüfül alatt, General Settingsnél találjuk meg, itt állíthatjuk be azt az értéket.